Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban igazából Valentin nap alkalmából gondoltam, hogy csinálok valamit, ami kicsit ehhez kapcsolódik, és ezért ma egy romantikus könyv ajánlót hoztam. Na most olyan túlzottan sok romantikus könyvet nem olvasok, főleg nem olyan kifejezetten romantikus könyvet, mármint ami tényleg elejétől végéig majdhogy nem csak arról szól, hogy a romantikus része, de a mai videóban fogok három könyvet ajánlani, ami három különböző típusú romantikus könyv, és talán annyit nem beszélek ezekről a csatornán, mert nem olyan friss olvasások, vagy mostanában nem beszéltem róluk sokat, úgyhogy nem ilyen fangirl, kerjó meg ezek lesznek, amikről mostanában nagyon sokat beszéltem, hanem mások. Az első az egyébként igen, egy Rainbow Rowell könyv lesz, mégpedig az Eleanor és Park, ezt még azelőtt olvastam, hogy elindult volna a csatorna. Szóval erről nem beszéltem olyan túlzottan sokat, körülbelül két videóban, ha konkrétan megjelent, egyben tutira, és azért hoztam most ezt a könyvet egy példának, mert ugye Rainbow Rowell kifejezetten olyan romantikus történeteket ír, amiket én szeretek, tehát ez a aranyos, bájos, szívmelengetős, romantikus történetek. Ugye ezért tetszett annyira a Fangirl is, vagy a Carry-On. De az Eleanor és Park, amit elsőként olvastam tőle, ez egy kicsit más kategóriájú, mert megvannak benne ugyanezek az aranyos elemek, amiktől ilyen szívmelengető lesz maga a történet, de ugyanakkor ez egy kicsit komolyabb könyv, mert komolyabb dolgok történnek benne, meg talán komolyabb témát is feszeget. És nem is olyan vidám. Nem tudom, hogy mondjam. Nem akarok nagyon spoilerezni, de előbb-utóbb bele fogok menni ilyen spoileresebb dolgokba, vagy hát nem tudom, mindegy, szóval ki fogom tenni, amikor az jön majd valamelyik sarokba ide lentre a spoiler jelzetet, hogy semmi olyat nem mondjak olyannak, aki nem akarja hallani, ami spoiler lehet. Ha ez így értelmes volt. Szóval nem akarok senkinek semmit elspoilerezni szándékosan, anélkül, hogy ő meg akarna azt a részt nézni. Hú, régen olvastam ezt a könyvet, de hogy nagyjából az a történet, hogy Eleanor és Park egy iskolába járnak, és Eleanor most költözik a környékre, és hát nem az a tipikus, könnyen beilleszkedik a társaságba lány, hanem ugye nem is úgy néz ki, ahogy az az elfogadott átlagos kinézet lenne, meg nem is úgy viselkedik, szóval ugye ez alapból konfliktust jelent, Park pedig ugye a mintatanuló, és hát ők egymás mellé kerülnek a buszon, és úgy alakul ki a kezdetben a kapcsolat, mert a barátság köztük, hogy mixtape-eket, vagyis zeneválogatást, igen, szóval zeneválogatást adnak egymásnak, utána meg már képregények, meg minden, és akkor rájönnek, hogy ők amúgy tök jól ki tudnak jönni egymással, és ugye ez a kettejük barátsága, és annak továbbfejlesztett változata az, amiről ez a könyv lényegében szól. És akkor most kiteszem a spoiler jelzetet, mert nem fogok konkrétan semmit mondani így a sztoriról konkrétan, de azért szerintem spoileres rész jön. Szóval ez ugye egy tipikusan olyan romantikus történet, amiben ugye ott van a két szereplő, akit az ember szeretne, hogy összejöjjön, és akkor nekik végigszurkol, és ugye ezt viszi végig a könyv, tehát hogy erről szól az egész, de hogy nem az a happy end, mindenki boldog, mindenki jól van, végződést kapja a könyv, hanem én ezen a könyvben azt hiszem sírtam, vagy bekönnyeztem, vagy valami hasonló volt, mert tök jó minden, és a végén ugye így rendeződnek a dolgok, mindenki happy, mindenki összejön, minden, mert hogy a megfelelő szereplők összejönnek egymással, és akkor jön a végén jön a mélypont, és végül is pozitív végkicsengése van a könyvnek, de ugyanakkor így a szerelmi száz szempontjából kicsit tragikusnak mondható, és végül is nem teljesül be a szerelem maga úgy konkrétan a végén, hogy az úgy nem marad meg, és eléggé nyitva is hagyja az írónő a könyvet, szóval így a továbbiakat azt így az olvasó fantáziájára bízza. De tényleg tipikusan ugyanolyan, mint akármelyik másik Rainbow Rowell könyv, úgyhogy ezt nagyon meleg szívvel tudom ajánlani. Csak azért a vége felé egy csomag zsepi lehet jól jön. Viszont ugye nem annyit elárulok, tehát hogy nem ez a betegségben valaki meghal típusú végződése van, mert ugye abból van mostanában elég sok, meg azért például itt van, látszódik a John Green
szekció is a polcomon, de nem ilyesmiről van szó, tehát senki nem hal meg benne. A következő, második könyv, amit ajánlani fogok, egy klasszikus romantikus történet, ami ráadásul az ellenségekből, barátokból szeretők klasszikus eredeti példája, és az igazi lassan kifejlődő szerelmi szál példája is egyben, ez pedig valószínűleg sokak által ismert, minimum a filmből, Jane Austen-től a Büszkeség és balítélet. Van egy Mr. Darcy-nk, van egy Elizabeth-ünk, és ők ugye az első bál, amikor találkoznak, hogy a kapcsolatuk nem egészen jó pontról indul, és megvannak egymással szemben az előítéleteik, amik ugye szép lassan változnak, meg egymásról a véleményük is változik, és ugye ez azért egy jó masszív Jane Austen kötet, mert ez körülbelül ilyen majdnem 400 oldal, ez a kiadástól függ. Ez tényleg így az eredeti klasszikus példája az ellenségekből barátoknak, mert ugye az elején a két szereplő között folyamat feszültség van, és nagyon nem bírják egymást, mert Mr. Darcy-nak az első kommentje Elizabethről az... Hát ez nem hagyott túl jó nyomot a lányban, és akkor utána folyton oltogatják egymást, meg nincsenek túl jóban. Aztán ugye ez szép lassan változik, és akkor vannak benne legendás jelenetek. Nem akarok spoilerezni, de ugyanakkor, aki meg így nagyjából nem tudja, még a filmből se, annak se. Tehát, hogy a film meg a könyv, tehát a filmek meg a könyvek, azok nagyjából így fedik egymást, de filmek meg a könyvek hülyeséget beszél. Szóval van több filmadaptáció, és egy darab könyv van, és amúgy a filmek azok jó félék, én többet is láttam, nekem igazából azok is tetszettek, és a Büszkeség és balítélet nálunk tipikusan egy olyan történet, amit így sokszor szoktunk nézni. Filmben ugye többször, mert az ugye az, hogy nem tudom, évente háromszor újraolvassam a Büszkeség és balítéletet, az annyira nem fér bele az időmbe, de az, hogy évente háromszor újra nézem a filmet, az már azért jobban, és ez elő szokott fordulni. Általában. Minimum évente egyszer megnézzük a Büszkeség és balítéletet. És nagyon szeretjük. És nagyon jó. És tényleg az igazi lassan kialakuló szerelmi szál, ami ott tartja a nézőt, a olvasót, mindenkit, és várjuk a megváltást, amikor végre rájönnek mind a ketten, hogy ők egymásnak lettek teremtve, és ugye annak is ugye az egész kialakulása, mert ugye ott van egy csomó probléma, mert ugye hát rang, meg vagyon, meg mindenféle dolgok azért a 18. században, azt hiszem, ez 18. században játszódik. Szóval ez a második ajánlásom. És hát Mr. Darcy, azért aki nem ismeri Mr. Darcy nevét, ezt nehéz nem ismerni Mr. Darcy nevét így, főleg a romantikus könyves közegben. Csak hogy azért egy klasszikusabb példa is legyen, azért is hoztam ezt. És a harmadik könyv, ami... Most ez az első kettő, amiről beszéltem, ezek kifejezetten romantikusnak vannak kimondva, tehát ezek konkrétan azok. A harmadik könyv inkább krimi-szerűség, nem konkrétan krimi, de ilyen nyomozós gyilkosság történik benne. De ugyanakkor romantikus is, és erről még... A 2018-as videóimban szerintem sokat beszéltem, már akkor olvastam, de ez egy olyan könyv, amit szeretek ajánlani, mert ez nagyon-nagyon tetszett ez a könyv nekem, ez pedig a Lehull a lepel Karen M. McManus-től, akinek most már talán a harmadik könyve jön ki. A második volt a, nem tudom magyarul a címét, a To Keep a Secret, és most jön ki a One of Us, ennek a második része a One of Us is Dead. Vagy nem, One of Us is Next, az a címe, igen. Na mindegy, eddig ez volt a kettőből, amit olvastam, eddig ez volt a legjobb. Megvan az alapkonfliktusunk, hogy tehát ez a nulladik órának így a kicsit átvettek abból dolgokat, mert hogy az öt büntibe vonuló diákból csak négy marad életbe, és az egyikőjük meghal. És ugye hát a négy büntiben lévő másik diák a gyanúsított, és ezt a négy diákot követjük végig a könyv során. És ebből a két diákból kettő van, aki között egyértelműen elkezdjük érezni, hogy van valami feszültség, valami romantikus feszültség. És ez a könyv pedig annak a tipikus példája, amikor ugye van a Streber lány tanulónk, és van a rossz fiunk.
ami egy elég kedvelt ilyen klissé, azt hiszem az klissének számít, viszont ebben a könyvben jól van megírva. Van egy pont mondjuk benne, amikor eljön van egy pont, amikor az ember falhoz tudná vágni a könyvet, hogy tényleg ennek kellett lenni a konfliktusnak, de egyébként teljesen jó, és ugye nincs is benne túlságosan is hangsúly, nincs benne túlságosan hangsúlyozva ez a romantikus rész ilyen nagyon durván, mert ugye a fő lényeg az, hogy hogyan hat a négy büntisre a gyanúsítottságuk, illetőleg, hogy hogyan próbálják kideríteni, hogy mi történt valójában. Szóval így romantikus is kicsit, de amúgy leginkább a gyilkosság a lényeg, és ez így jó párosítás, hogyha például valaki nem annyira szereti az ilyen arcodba tolt romantikus... Szóval, hogyha valaki nem annyira szereti az ilyen arcába tolják a romantikus szállat könyveket. De az előző kettő sem ilyen, tehát hogy én amúgy sem szeretek ilyeneket olvasni, tehát nem is ajánlok nagyon ilyeneket. Na, hát Valentin nap alkalmából én ezt a három könyvet ajánlom, mert én, hogyha Valentin napon olvasnék romantikus könyvet, akkor valami hasonlót olvasnék, valószínűleg. Kommentben hagyjátok le, hogy nektek mik a kedvenc romantikus könyveitek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!